Szeretettel köszöntöm a testvéreket! Húsvét ünnepére készülünk. A koronavírus járvány miatt közös templomi istentiszteletet nem tarthatunk. Azonban internetes közvetítés segítségével mégis együtt készülhetünk az ünnepre. És majd ünnepelhetjük Krisztus Urunk feltámadását. Internetes közvetítéssel hétköznap reggelente a nagy hét során is 7:30 és 7:45 között reggeli áhítatokat tartunk. Szintén interneten követhetjük minden este 6 órától a bűnbánati alkalmakat, és ezzel készülhetünk az ünnepre. Nagypénteken reggel nem tartunk áhítatot, hiszen munkaszüneti nap, Krisztus Urunk halálára emlékezünk. 10:30-kor közvetítjük az istentiszteletet templomunkból. Ige hirdetés mellett egy korábbi passió felvételt láthatunk és hallhatunk. Húsvét első napján is az internetes közvetítés segítségével 10:30-kor közvetítjük templomunkból az istentiszteletet. Ugyanezen a napon, húsvét első napján reggel 9 órától a Duna Televízió közvetít istentiszteletet úrvacsorával. Aki ebbe szeretne bekapcsolódni, az egyházközség internetes honlapján a zsinat elnöksége által közzétett szempontokat figyelembe véve készülhet elő és követheti az istentiszteletet és az úrvacsorai közösséget. Itt a gyülekezetünkben, Nyíregyházán a korlátozások elmúltával élünk majd közösen az úrvacsorával. Húsvét második napján szintén 10:30-kor közvetítjük a templomi istentiszteletet. Kedves testvérek! A bűnbánati esti alkalmak kezdetén az elkészült és nem sokára kiadásra kerülő új református énekeskönyvünk egy-egy új énekét szeretnénk megtanítani a testvéreknek. Tegyük ezt örömmel minden este. Az énektanítást kórusvezetőnk, Kisné dr. Mogyorósi Pálma tanárnő végzi. Áldás békességet! A ma estén egy húsvéti tartalmú és üzenetű éneket szeretném, hogyha megtanulnánk, Dicsőség néked, Istenünk! Rendhagyó módon nem az elejét mutatnám, hanem a minden verszak végén visszatérő refrént, amelynek szövege nagyon egyszerű, halleluja, halleluja, halleluja. Ez lenne az első, amit most először megtanulnánk. Mutatom még egyszer, próbáljunk másodszor majd bekapcsolódni. Halleluja, halleluja, halleluja. Együtt közösen rajta. Halleluja. Próbáljuk meg kicsit gyorsabb, lendületesebb tempóban. Na, és halleluja, halleluja, halleluja. Nagyszerű. Most az első verszakot előről fogom énekelni, és amikor ide a halleluja refrénhez érünk, akkor kérem szépen, hogy közösen kapcsolódjunk be. Dicsőség néked, Istenünk, fiattal együtt dicsérünk, eleget ütett mi értünk. Halleluja, halleluja, halleluja. Kitűnő, köszönöm szépen. Most akkor az első felét is megtanulnánk, mutatom újra. Dicsőség néked, Istenünk, fiattal együtt dicsérünk, eleget ütett mi értünk. Picit hosszabb szakasz, de próbáljuk meg azért együtt. Rajta, dicsőség
még egyszer csak ezt az első felét próbáljuk meg. Dicsőség néked, Istenünk, fiattal együtt dicsérjünk, eleget ültet mi értünk. Nagyszerű, most próbáljuk ezt is egy picit lendületesebb tempóban. Eleve a hármas lüktetés egy gyorsabb tempót kívánna, mármint hogy a üzenete, a húsvéti örömüzenet miatt. Jó, próbáljuk meg akkor az első felét még egyszer, picit lendületesebb tempóban. Rajta, dicsőség néked, Istenünk, fiattal együtt dicsérjünk, eleget ültet mi értünk. Köszönöm szépen, itt lesz majd egy nagyobb levegővételre lehetőség. Az eddigi pici szakaszokat próbáljuk meg rövid levegőkkel jobban összefoglalni. Első verszakot énekeljük most már teljes egészében előről. Rajta, dicsőség néked, Istenünk, fiattal együtt dicsérjünk, eleget ültet mi értünk. Halleluja, halleluja, halleluja. Köszönöm szépen a további verszakokat. Megpróbálhatnánk úgy énekelni, hogy váltakozva az első verszakot tudta énekelnénk, és majd a hatodik verszakot is tudta énekelnénk. A közbőső második, harmadik, negyedik, ötödik verszakot a jelenlévőkkel felosztanánk férfi kar és női kar között. A második verszakot férfi kar énekelni a kezdetét, majd a refrénbe mindannyian bekapcsolódunk. A harmadik verszakot női kar és refrént megint teljesen, negyedik férfi kar kezdi, ötödik női kar kezdi, és a hatodikat pedig teljesen együtt megint tuttiban énekelnénk. Kiegészítésül csak annyit szeretnék még hozzátenni, hogy ez is egy reformáció korabeli ének, egy német korál dallam, amit az egyes források szerint Turmezei Erzsébet szép fordításában énekelhetünk. Első verszakot és hatodik verszakot tehát együtt. Első verszakkal indítunk. No, dicsőség néked, Istenünk, fiattal együtt dicsérjünk, eleget ültet mi értünk. Halleluja, halleluja. Harmadnap húsvét hajnalán, a
szépen! Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentléleknek áldó közösségében. Amen. Testvéreim, nagy szombati esti Isten tiszteletünk kezdetén a 478. énekünket keressük meg és énekeljük, 478. dicséretünket mindegyik verszakával. A dicséret így kezdődik: ó irgalmas Isten, én könyörgésemben füledet hozzám hajtsad. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk Istenünk, jó újra eléd kérezkednünk ezen a mai estén. Köszönjük, hogy magadhoz fogadsz bennünket. Ezek a napok emlékeztetnek minket, és hisszük téged is emlékeztetnek arra, hogy mit kellett elszenvedni a te egyszülöttednek, ami bűnünk és büntetésünk miatt, és hogy milyen nagy árat fizettél, atyánk, hogy minket megválts, hogy szabaddá tegyél. Köszönjük, hogy megfizettél értünk, hogy könyörültél rajtunk, hogy a te irgalmad végtelen, és ezért tart még ma is. Alázattal kérjük újra a te kegyelmedet,
mert vétkeztünk ellened gondolatainkban, szavainkkal, tetteinkkel, és az elmulasztott, végbe nem vitt jókkal, tovább nem adott áldásaiddal. Köszönjük, hogy ma este is számíthatunk jelenlétedben gyógyító szavadra, bátorító erődre, bennünket megvidámítani tudó szent lelkedre. Engedd, hogy ünnepi előkészületünk hadd legyen kedves előtted, hadd legyen hasznára az életünknek, és hadd legyen áldásul ennek a nyomorgatott világnak, amiben mi a te gyermekeidként élünk. Hallgass meg minket, kérünk, és cselekedj velünk irgalmasságot szerint. Amen. Testvéreim, olvassuk együtt Isten igéjét János evangéliumának 19. fejezetéből. János evangélium a 19. részéből a 38. verstől a 42. verssel bezárólag. Ezután az arimátiai József, aki Jézus tanítványa volt, de csak titokban, mert félt a zsidóktól, megkérte Pilátust, hogy levehesse Jézus holttestét. Pilátus megengedte neki. Elment tehát, és levette Jézus holttestét. Eljött Nikodémus is, aki először éjszaka ment Jézushoz, és mirhából és aloéból készült olajat hozott, mint egy 100 fontnyit. Fogták tehát Jézus holttestét, és leplekbe takarták az illatszerekkel együtt, ahogyan a zsidóknál szokás temetni. Azon a helyen, ahol Jézust megfeszítették, volt egy kert, és a kertben egy új sír, amelybe még senkit sem helyeztek. Mivel közel volt a sír, a zsidók ünnepi előkészülete miatt ott helyezték el Jézust. Amen. Amilyen a kiáltásod, olyan lesz a kilátásod. Szinte mottóként vezetett bennünket egész héten át ez a gondolat a 130. Zsoltárból kapott igei üzenet alapján. Megvizsgáltunk ezeken az estéken több, a nagyheti eseményhez kapcsolódó megszólalást, felkiáltást, illetve bízom benne, hogy miközben mi foglalkoztunk az igével, aközben az ige által Isten maga foglalkozhatott velünk, hiszen a vizsgálatra igazából nekünk van szükségünk. A mai esténken egy kicsit talán módosíthatunk a mottón, és egy betű cserével mondhatjuk azt, amilyen a kiállásod, olyan lesz a kilátásod. Hiszen ma este nem szavakról, hanem tettekről beszél nekünk az ige, hitből felvállalt cselekedetekről, a Krisztusba vetett hit mellett való kiállásról. Beszédes cselekedetek ezek, amikről nem csak János evangélista emlékezett meg, hanem a másik 3 evangélium is, bár Nikodémusról csak János tesz említést Jézus temetése kapcsán. A zsidók, közöttük arimátiai József és Nikodémus is készültek a szombat megtartására. Beszédes a tettük, mondtam az imént, és ha jól megfigyeljük a cselekedeteiket, akkor világossá lesz, hogy miért. Onnan kell indulnunk, hogy a szombat megtartása a zsidó embereknek kötelező volt. Komolyan vették az Isten parancsát, és ezt a komolyságot, ezt az Isten szava iránti elkötelezettséget látjuk most ennek a két férfinek a cselekedetében is. Bármilyen nehezek is a külső körülmények, bármennyire is sürgető az a teendő, amit el kell végezni, hiszen egy temetésről van szó, és erre is megvoltak a törvény által megszabott szigorú rendelkezések. Az első helyen mégis az van, amit Isten kért az övéitől, a szombatnak, a nyugalom napnak a megszentelése. Nem lehet még temetni sem. Nem akarnak engedni a külső nyomásnak, a sürgető feladatnak, az Isten akaratával szemben.
Micsoda férfias elhatározás ez. Micsoda hitből fakadó engedelmesség. És milyen sokszor sajnos hiányzik ez belőlünk. Hiszen hányszor volt már úgy, hogy a felgyűlt munkáink, a feltornyosult feladatok, vagy éppen a megérkezett szép kiránduló idő, az abba maradt eső, vagy talán pont a frissen esett hó elvette az Isten akaratából a cselekvés utáni vágyat a szívünkből, és a megszentelt nyugalomnap helyett, az Isten embernek adott szép rendje helyett valami egészen mást tettünk. Kirándulni vittük a családot, mondva, hogy most van jó idő. Vagy nekiláttunk az elmaradt munkáknak, mert azt gondoltuk, máskor nem lesz rá lehetőségünk. Végeztük ugyanazt, amit szoktunk a másik 6 napon. És nem tudtunk nyugodni, nem tudtunk az Isten elé megérkezni, nem tudtuk megszentelni, Istennek adni azt, ami az Istené. És sokszor tettük ezt úgy, hogy nem csak magunkat raboltuk meg az Istennel való közösségből, hanem másokat is elsodortunk magunkkal. Ma, amikor visszafogottságban kell megélnünk a napjainkat, egészen szokatlan módon az ünnepet, azt hiszem ideje felmérni azt, ami mögöttünk van. Lehet, hogy eljött az ideje a nyugalom napjának. Lehet, hogy azért van ez a nagy megállása a világnak, hogy végre az Istené lehessen az, ami egyébként is őt illetné meg. Jól értsétek ezt, testvérek, mert nem az Istennek van szüksége a megszentelt időre, hanem nekünk. Nem a családtól kell elvenni a közös élményeket, hanem a családoddal együtt érdemes megérkezned az Isten elé. Most ebben kapunk új lehetőséget. Arra kapunk időt, hogy átgondoljuk, vajon tényleg fontosabb volt-e mindaz, amit mi tettünk, amivel az időnket töltöttük, amire a figyelmünket szenteltük, amire a pénzünket odaadtuk. Nem megvagyunk azok nélkül is? Mert nem úgy tűnik, mintha végveszélybe kerülne a világ most, hogy sokkal nagyobb tétlenségre vagyunk ítélve. Testvéreim, lássuk meg, hogy az Isten vár ránk. Vár minket az ő jelenlétébe, az ő szentségének erőterébe, hogy megtanuljuk, amit József meg Nikodémus még akkor is bátor szívvel cselekedett, amikor éppen az Úr Jézus körüli végtisztesség tétel volt a külső kényszerítő erő. Van az embernek megállásra való ideje, amikor nincs más dolga, amikor nincs sürgetőbb, nincs fontosabb, mint az Istennel való szentséges közösség. Vigyázzunk, hogy ez a mostani, szabadabb idő keretben való lét nehogy ellustítson minket. Nehogy éppen ez a keret nélküliség legyen az oka annak, hogy rossz lesz az időbeosztásunk. Hogy nem vesszük komolyan az Isten elé állás szent lehetőségét. Most lehet, és talán most kellene is begyakorolni magunkat a helyes időbeosztásban, hogy tartósan részévé váljon az életünknek az Istennel tudatos közösségben töltött idő, hogy a szavak helyett is mutassa, hogy kihez, hogy a mindenség urához tartozik az életünk. József és Nikodémus cselekedete lehetett volna egy színlelt törvényeskedés is. De az, amit a tettük elénk tár, arról beszél, hogy a színlelés távol állt tőlük. A képmutatásból szabadságot nyertek. Amit tettek, hitből felvállalt,
a Krisztusba vetett hit mellett való kiállásból felfakadó cselekedet volt. Kötelességüknek érezték, mint Jézus tanítványai, hogy eltemessék mesterüket, de úgy, hogy ne sértsék meg az Istentől kapott nyugalomnap szentségét, hogy ne legyen fontosabb számukra a kapott feladat, mint az Istennel való közösség. Mert a tanítványoknak tudni kell, hogy a küldetés nem lehet soha fontosabb, mint az, aki a küldetést adta, akire nézve a küldetést teljesíteni akarják. Fontosabb az Isten személye, mint a tőle kapott feladat. És ezt éppen a Krisztus tanítványság kötelékében tanulhatták meg. Föl lehetne tenni a kérdést, hogy került elő éppen most ez a két előkelő zsidó férfi. Hol voltak eddig? Vagy hol vannak most a 12-es tanítványi kör tagjai? Tudjátok, testvéreim, vannak olyan helyzetek, amikben az egyik tanítványnak csendben kell maradni ahhoz, hogy az Isten terve valóság lehessen, és hogy a másik tanítvány is színre léphessen. Mert nem mindig ugyanazoknak kell a színen lenni. Ez a helyzet éppen arra volt jó, hogy kiderülhessen Nikodémusról meg Józsefről, hogy kié a szívük igazán. Ők úgy lettek Jézus tanítványaivá, hogy nem történt látványos kihívás az addig megszokott életükből. Nem lettek halászból emberhalásszá, nem hagyták ott a vámszedő asztalt, nem osztották szét a vagyonukat a szegények között, de Krisztusban hitet nyert emberek voltak mégis. Nikodémusról tudjuk, hogy találkozott Jézussal és beszélt vele. Mostani tette pedig szépen mutatja, hogy elfogadta, hittel fogadta el Jézus szavát. A hit, testvéreim, hallásból van. Mégpedig az Isten beszédének, az Isten szavának a meghallásából. Igaznak tartotta Nikodémus azt, amit Jézus neki az újjászületésről mondott. És nagyon úgy tűnik, hogy nem csak ő tartotta ezt igaznak, hanem beszélt is róla, talán éppen arimátiai Józseffel is. Nagy valószínűség szerint Nikodémus volt az az eszköz az Isten kezében, akin keresztül József hiteles bizonyságtételt kaphatott az újjászületésről. Józsefről szinte semmit nem tudunk, csak azt, hogy a nagy tanácsba, az előkelők sorába tartozott, oda, ahova Nikodémus is. Ez a nagy tanács adta halálra Jézust. Ők követelték Pilátustól, lázítva a népet is, hogy feszítesse meg a messiást. De azt olvassuk az evangéliumban, hogy ez a két férfi nem értett egyet a nagy tanáccsal. Nem álltak be a többségi akaratba, hanem mertek szembe menni a fősodorral. De nem azért, mert karakán emberek voltak határozott egyéni véleménnyel, arról egészen biztosan írt volna a Szentírás. Sokkal inkább azért, mert ők már messiásnak vallották az Úr Jézust, és nem csak tudták, hanem el is hitték, hogy a proféciák róla beszélnek. Összeállt a kép bennük, és tudták, mi vár Jézusra. Ők nem akartak akadály lenni az üdvösség munkájában, és bár nem értettek egyet a nagy tanáccsal, inkább kivonultak a tanácskozásból, hogy ne legyen felesleges a vitatkozás. Ez a tettük is hitvallás. Egy csendes, de bátor lépés a hit útján. Szembeállni a többiekkel, a hangosabbakkal, a félelmetesebbekkel, azokkal, akik győzni látszanak, de nem kiabálva, nem nagyszájúan, hanem a hitből fakadó csendes bizonyságtétellel, és így jellé lenni közöttük. És aztán jellé lenni Pilátus, a kivégzést végző vezető katonák, meg
meg az ott álló és mostanra már lecsendesedett tömeg szemei előtt. Hiszen Józsefet és Nikodémust sokan ismerték. Tudták, hogy kik ezek a férfiak. Ők nem most léptek a sokaság szeme elé, de most léptek először a szemük elé úgy, mint Jézus Krisztus tanítványai. Testvéreim, a hit csendes, de bizonyság erejű lépéseit láthatjuk meg ennek a két férfinek az életében. Nem nagy szavakat mondanak, mert sokszor nem arra van szükség. Nem a kiáltásuk beszél a hitükről, hanem a kiállásuk, a tetteik, a csendesen elvégzett szolgálatuk, és az, ahogyan még a legnehezebb körülmények között is az Istennel való szent közösségre készülnek. Gondoljatok csak bele, micsoda örömük lehetett a húsvéti feltámadott kiáltásban, az üres sír világot megrengető poklot és kárhozatot bedöntő néma harsogásában, az angyali híradásban, amelyik azt mondta, nincs itt, mert feltámadott. Testvérek, a nagy hét utolsó estéjén talán nem is lehetne aktuálisabb a mi Urunktól kapott üzenet, mint ez a bátorítás a hitben megtett, talán hangtalan, de a bizonyság tétel erejével ható lépéseinkre. Erre is szüksége van a világnak, hiszen a bátor hitbeli kiállás látható bizonyságtétel. Ebben a látványra, a láthatókra egyébként is sokat adó világban. Mostani helyzetünkben pedig különösen sokat adhat ez azoknak a családtagoknak a közösségében, azoknak a szomszédoknak a társaságában, akiknek talán már sokat beszéltünk a hitünkről, sokszor hívtuk őket a gyülekezeti közösségbe, talán kevés sikerrel. Most azonban csendes Isten elé állásunk, otthoni Isten tisztelet ünneplésünk, éneklésünk, imádságunk, elcsendesedő életünk elemi erővel tehet bizonyságot arról, hogy Jézus Krisztus tanítványai, a mennyei Atya megváltott gyermekei vagyunk. Ragadjuk hát meg, testvéreim, a bizonyság tételre elkészített alkalmakat, hogy az Úr Jézus értünk vállalt áldozatának, bűnt törlő kereszt halálának, örök életet szerző feltámadásának az örömhíre eljuthasson azokhoz, akiknek a szavakból talán már elegük van, de a hitbeli kiállásod reményteljes kilátássá lehet még az ő életük számára is. Áldja meg Isten a Krisztusért vállalt minden szabadat, minden tettedet, testvérem, hogy reménysége lehess mindazoknak, akik látják a te hitből vállalt kiállásodat. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönettel tartozunk neked, amiért nem csak a szavaid, hanem az egész életed arról beszélt, mennyire szeret minket a mi mennyei Atyánk. Köszönjük, hogy nem csak mondtad, nem csak tanítottad, hogy az igaz barát életét adja a barátaiért, hanem kereszt haláloddal bizonyosságát is adtad szavaidnak. Köszönjük, hogy miután az első nagypénteken minden elcsendesedett, voltak olyan hangtalan bizonyságtévők, akik példává lehetnek számunkra. Olyan sokszor nehéz megszólalni és szavakat találni, amikor a beléd vetett hitünkről kellene beszélni. Köszönjük, hogy a kiállásunk, a tetteink, a csendes életünk, a bátorító jelenlétünk is lehet rólad szóló tanúságtétel a világ, most pedig különösen a családtagjaink előtt. Áld meg, kérünk, ezt a lecsendesült időszakot az életünkben, hogy ne a zsörtölődés, ne a vírus hírek,
ne a türelmetlen egymásnak feszülés napjai legyenek ezek, hanem annak a hitben való kiállásnak az ideje, ami reményteljes kilátásra vezethet el bennünket, és mindazokat, akik között jellé lesz a mi kiállásunk. Kérünk, hogy a csendet hadd törje meg a feltámadás öröm újjongása, az a boldog bizonyosság, hogy él az Úr, áll ígérete, ördög, világ, minden csele megszégyenül mi rajtunk. Áld meg otthonainkat az ünnep örömével, hálaadással, a veled való életközösség minden ajándékával. Jézus nevében kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Együtt imádkozzunk az Úr Jézustól tanult imádság szavaival. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Záró énekünk a 270. dicséret. A 270. énekünket énekeljük mindegyik versszakával. A dicséretünk így kezdődik, légy csendes szívvel és békével. Életednek Isteni
Istennek békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat, ami Urunk, az Úr Jézus Krisztus által. Amen.